Üdvözöllek benneteket! Ebben a videóban megismerkedhettek a százalék számítással kapcsolatos fogalmakkal. Néhány egyszerű feladatot is megoldunk közösen. A mindennapi életben sokszor találkozhatunk a százalék fogalmával. Üzletek akciókat hirdetnek, kedvezményesen vásárolhatunk akciós termékeket. Lakáshitelek vagy áruhitelekkel kapcsolatban is használjuk a százalék kifejezést. Kuponok formájában is százalékos kedvezményeket kínálnak nekünk. Felajánlhatjuk az adónk 1%-át. A közlekedési jelzőtáblák némelyikén is találkozhatunk a százalék jellel. Vagy statisztikai adatok esetében is előfordulnak százalékos adatok. Ismerkedjünk meg a százalék fogalmával. A százalék a század részre vezethető vissza. A törteknél már megismerkedhettünk az egy századdal, ennek tizedes tört alakja 0,1 század. Ezt 1%-nak is nevezzük. Jelölésére a két kis karika között ferde vonal jelet használjuk. Ebben a jelben a ferde vonal az osztásra, a két kis karika a százra utal, vagyis emlékeztet minket a század részre. Az 1 századhoz hasonlóan az 5 század egyenlő 0,5 századdal százalék alakja 5 százalék. 65 század egyenlő 0,65 századdal ez 65 százalék. 115 század egyenlő 1,15 század százalék alakban 115 százalék. Gyakoroljuk a százalék többféle alakban történő kifejezését. A táblázat felső sorának mintájára írjuk be a hiányzó adatokat. Ha a 3/25-öt bővítjük századokra, az 12 század. Ennek tizedes tört alakja 0,12 század. Százalékban 12 százalék. A 20 százalék tizedes tört alakja 0,20 század. Törtben 20 század. Legegyszerűbb tört alakja 1/5. A 3/4-et századokra bővítve 75 századot kapunk. Ennek tizedes tört alakja 0,75 század. Százalékban 75 százalék. Az 1,5-et írhatjuk törtbe, ez 150 század. Ennek legegyszerűbb tört alakja 3/2. Százalékban 150 százalék. A 4 század legegyszerűbb tört alakja 1/25. Tizedes törtben 0,4 század, százalékban kifejezve 4 százalék. Az 50 százalék, tizedes tört alakja 0,5 tized, törtben 50 század, legegyszerűbb tört alakja 1/2. Ismerkedjünk meg az alapfogalmakkal. Marci a matematika dolgozatára maximális 50 pontból 40 pontot kapott. Ez a szerezhető pontok 80 százaléka. A százalék számítással kapcsolatban három fogalom van. Az egyik az alap. Ebben a szövegben az 50 pont, az egész, a 100% lesz az alap. Az egésznek a valahányad része ebben a feladatban a 40 pont lesz a százalék érték. A 80% pedig a százalékláb, ez pedig a százalék érték és az alap aránya. Tanuljuk meg az alapfogalmak rövid jelölését is. Az alapot röviden A betűvel, a százalék értéket SE, a százalék lábat pedig SL betűkkel jelöljük. Ha a három alapfogalom közül bármelyik kettőt ismerjük, akkor kiszámítható a harmadik is. A következő feladatokon keresztül azt is megtanulhatjuk, hogyan kell kiszámolni az alapot, a százalék értéket vagy a százalék lábat a másik kettő ismeretében. Először ismerkedjünk meg a százalék érték kiszámításával. Ezen a kördiagramon egy 25 fős matematika osztály, egy 25 fős osztály matematika dolgozatának százalékos megoszlását látjátok. Hányan írtak 5-ös, 4-es, 3-as és 2-es dolgozatot? Elemezzük a kördiagramot. Ha összeadjuk a 8%, 16%,
20% és 56%-ot, akkor pontosan 100%-ot kapunk, vagyis megállapíthatjuk, hogy mindenki megírta a dolgozatot, és egyest senki sem írt. Az is leolvasható a kördiagramról, hogy 5-ös dolgozatot az osztály 16%-a, 4-es dolgozatot az osztály 20%-a, 3-as dolgozatot az osztály 56%-a, és 2-es dolgozatot az osztály 8%-a írt. Most már kigyűjthetjük az adatokat. Az alap, az osztály létszám a 25 lesz. Százaléklábból 4 is van. 16%, 20%, 56% és 8%. Nem ismerjük a százalék értéket, de 4-et is ki kell számolnunk az 5-ösre, a 4-esre, a 3-as és a 2-es dolgozatokra vonatkozóan. Először a 25-nek az 1%-át számoljuk ki. 25-nek az 1%-a egyenlő 25 osztva 100-dal, vagyis 0,25 század. Ha ismerjük az 1%-ot, akkor a 16% könnyen kiszámolható, úgyhogy a 0,25 századot megszorozzuk 16-tal. Ez 4, vagyis 4 tanuló írt 5-ös dolgozatot. 0,25 század szor 20 az 5, vagyis 5 tanuló írt 4-es dolgozatot. 0,25 század szor 56 az 14, vagyis 14 tanuló írt 3-as dolgozatot. 0,25 század szor 8 az 2, vagyis 2 tanulóért 2-es dolgozatot. Ha összeadjuk ezeket a részeredményeket, a százalékértékeket, vagyis a 4, 5, 14 és 2 számokat, akkor pont 25-öt kapunk, azaz az osztály létszámot. Ezzel magunkat is leellenőriztük. Fogalmazzuk meg általánosan, hogyan számolható ki a százalékérték. Először az alapot elosztjuk 100-zal, vagyis kiszámoljuk az 1%-ot, majd megszorozzuk a százaléklábbal. Vagyis a százalékérték egyenlő az alap osztva 100-zal, szorozva 100%-lábbal. Most ismerkedjünk meg az alap kiszámításának módjával. Jancsi és Juliska kertjük 35%-át, azaz 336 négyzetmétert virágokkal ültették be. Hány négyzetméteres a teljes kert? Erről az egyszerű ábráról leolvasható, hogy nem az egész kert van beültetve, hanem egy része, pontosan 35%-a, ami 336 négyzetméter. Vagyis nem ismerjük az alapot, a 100%-ot, de ismerjük a százaléklábat, ami 35% és a százalék értéket, 336 négyzetméter. Először most is az 1%-ra következtetünk a 35%-ból. Ha a kert 35%-a 336 négyzetméter, akkor az 1%-a könnyen kiszámolható úgy, hogy a 336-ot elosztjuk 35-tel. Ez 9,6 négyzetméter. Ha pedig ismerjük az 1%-ot, akkor 100-zal való szorzással könnyen kiszámolhatjuk a 100%-ot. 9,6-szer 100 egyenlő 960 négyzetméter, vagyis a teljes kert 960 négyzetméteres. Fogalmazok meg általánosan az alap kiszámítási módját a százalékérték és a százalékláb ismeretében. Először elosztjuk a százalékértéket a százaléklábbal, vagyis kiszámoljuk az 1%-ot, majd ezt szorozzuk 100-zal, vagyis alap egyenlő százalékérték osztva százaléklábbal, szorozva 100-zal. Végül ismerkedjünk meg a százalékláb kiszámításának módjával. Csinálj magadnak bárkát góferfából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozz meg belől és kívül szurokkal. Eképpen csinált pedig azt. A bárka hossza 300 sing legyen, a szélessége 50 sing és a magassága 30 sing. Érdekességképpen ebben a feladatban Noé bárkájának adatait ismerhetjük meg. A góferfa egy összefoglaló név volt, a gyantatartalmú fafélékre használták. A sing pedig, másképpen könyök, körülbelül 44,5 cm hosszúságú. A kérdés pedig az, hogy hány százaléka a bárka szélessége a bárka hosszának. Gyűjtsük ki az adatokat.
Az alap a bárka hossza, azaz a 300 sing. A százalék érték a bárka szélessége, vagyis 50 sing. Nem ismerjük a százaléklábat. A százalékláb kiszámításához írjuk fel a százalék érték és az alaparányát. Ez 50 osztva 300-zal. Ennek tizedes tört alakja, két tizedes jegyre kerekítve 0,17 század. A 0,17 századot tört formába írva 17 századot kapunk, ennek százalék alakja 17 százalék. Vagyis a százalékérték és az alaparányának tizedes tört alakját megszoroztuk 100-zal, így kaptuk a 17-et. Most már válaszolhatunk a kérdésre, a bárka szélessége 17 százaléka a bárka hosszának. Fogalmazzuk meg általános alakban, hogyan számolható ki a százalékláb a százalékérték és az alap ismeretében. A százalékérték és az alap arányát számoljuk ki, és ezt megszorozzuk 100-zal, vagyis százalékérték osztva alappal, szorozva 100-zal. Ezeken a linkeken további százalék számítással kapcsolatos feladatokat gyakorolhattok. Jó gyakorlást kívánok! Köszönöm a figyelmet!